Bárkihez van egy kedves szava a 20 éves sebes fi Ádámnak, pedig azt mondja, sok előítélettel kell megküzdenie. Őt ugyanis születése után pár perccel örökbe fogadták. Akkor még nem tudták a szüleim, hogy én fiú leszek-e vagy lány, hogy egy végtagból születek, vagy kettővel, illetve négyel. Nem tudtak semmit, de igent mondtak rám, és ezzel a feltételekű elfogadással kerültem én abba a családba. És ez sosem volt tabu számára. Úgy nevelték, hogy tudta, nem a vér szerinti szülei vannak vele. Bár ez számára természetes, azt mondja, mások még mindig tapintatlan kérdésekkel bombázzák, amikor megtudják róla, hogy örökbe fogadták. Egy orvosi rendőrökben is szenzáció számra megy az, hogyha én bejelentem, hogy nem tudok öröklött betegségekről, mert engem örökbe fogadtak. Ilyenkor az orvos is kérdez olyanokat, amikre csak tárva marad a szám. Ezért döntött úgy, hogy tréningeket tart azoknak a leendő szülőknek, akikben kérdések vannak az örökbefogadásról. Márpedig tele vannak kérdésekkel, mondják az SOS gyermekfalvaknál. Egy felmérést is készítettek, amiből kiderül, Magyarországon nagyjából 5-6 évet várnak a szülők örökbefogadható gyerekekre, miközben rengetegen vannak a gyermekvédelmi rendszerben. A probléma ott van, hogy nagyon-nagyon sok szülő, vagy magány, egyedülálló ember szeretne csecsemőkorú gyereket örökbefogadni, abból is főleg egészséges gyereket, minél fiatalabbakat. A rendszerben viszont a legeslegtöbb gyerek, aki örökbefogadásra vár, azok már elmúltak 10 évesek. Az előítéletektől félnek leginkább a szülők a felmérés szerint. Minden második örökbefogadó szülő ugyanis kapott már furcsa megjegyzéseket környezetétől az örökbefogadás miatt. A legkevésbé elfogadóak a szomszédok, a rokonok, a barátok és az óvodában, iskolában dolgozó pedagógusok voltak. Ezzel szemben az örökbefogadóknak szinte alig voltak rossz élményeik gyerekeikről.